Sok nyertes pályázata volt az elmúlt időszakban Nyírvasvárinak, megújult például az óvoda 216 millió forintból, sőt, ebből egy 12 férőhelyes bölcsődét is tudtak építeni az intézményhez. Korszerűsítették a Szent Simeon és Anna szeretett otthont, amely a hőszigeteléssel és a jól záró külső nyílászárókkal komfortosabb környezetet biztosít az ott élőknek. Számos több évtizede felújításra váró útszakasz is új burkolatot kapott. Hamarosan megújul a polgármesteri hivatal. A külső-belső energetikai fejlesztés munkálatai pár héten belül kezdődhetnek el, amelyre a Magyar Falu Program biztosítja a szükséges 36 millió forintos anyagi forrást. Régi adóssága az önkormányzatnak egy mezőgazdasági tároló, ami a tervek szerint szeptemberben készülhet el. Az önkormányzat telepén, az általános iskola környékén van az önkormányzatnak egy mezőgazdasági telepe, és azon tulajdonképpen ilyen helyi gazdálkodást segítő beruházás keretében folyik ez. Ennek a bácsinak most még az autók között kell tekernie, de ez hamarosan megváltozik. A rövid távú tervek között szerepel ugyanis, hogy mint sok más településen a térségben, Nyírvasváriban is kiépítsék a bel- és külterületi kerékpárutat egyaránt. Dr. Simon Miklós képviselő úrral már ezt megbeszéltük, ez egy kicsit nagyobb falat, de ez mindenkit érintene, mert szeretne itt a lakosság egy kis testedzést, egészséges életmódot folytatni. Reméljük, hogy össze fog jönni, és akkor egy Nyírbátor-Nagykárolyt összekötő szakaszon megépülhetne majd a kerékpárút. Az önkormányzaton belül szükség lenne még egy közösségi térre igazából, ami jelen pillanatban nem teljesen megoldott. Abban próbálkozunk, szintén a Magyar Falu Program keretében az idén nyertesek vagyunk egy játszótérépítéssel, amire szintén nagy igény van a gyerekek és a szülők részéről, az körülbelül őszre az is meg fog valósulni. Bár most még egy dzsungelhez hasonlít a buszmegálló mögötti terület, hamarosan itt lesz a polgármester által említett játszótér. Az önkormányzat tervei között szerepel továbbá a faluház felújítása is, ehhez viszont még várják az anyagi forrást biztosító megfelelő pályázati kiírást.